Szép napot kívánok, tisztelettel köszöntünk mindenkit a soron következő PM infónkon. Idén, illetve most szintén három témával készültünk, de az első két témánk is van három része, úgyhogy ha elkezdeni szorozgatni, akkor egy egész nagy szám jöhet neki. Nagyon fontos minden önkormányzat életében, hogy a különféle intézményeit milyen úton, módon tudja üzemeltetni, és hát az üzemeltetési költségek közül az egyik legjelentősebb, az mindig a fűtési költség, ezért fontos, hogy az épületeink jól legyenek szigetelve. Erről a témakörről szól a PM Info első része, melyre meg is kérem polgármester urat, hogy adját nekünk, hogy mit is értünk a legfrissebb három szigetelési beruházásunk alatt. Jó napot kívánok! Én is tisztelettel köszöntök minden televízió nézőt és a Facebookon becsatlakozott érdeklődőt. Valóban újabb energetikai korszerűsítésekre nyertünk forrásokat. Nem kevesebb beruházás indul, mint szép halomban a faluház, illetve a persze ezzel együtt az óvodának a újabb korszerűsítése, a csapadékvíz mentesítése is, tehát nem fog remélhetőleg már felészedni az épület külseje, belseje, megújul. Ugyanez a helyzet a bányácskai faluházzal is, mely szintén egy hasonló beruházáson megy keresztül. A legnagyobb falat, vagy az utolsó előtti, de lehet, hogy a legnagyobb falat a Jókai iskola szigetelése, nyilázáró cseréje és megújítása lesz. Na, erre az iskolára talán most a legnagyobb szükség van. Én nem az iskolára van szükség, hanem magára a beruházásra, hiszen meglehetősen rossz állapotban van. És a negyedik, egyben utolsó, az pedig a Hajnal utca használhatóvá tétele. Itt három pályázat lett elnyerve, mind a hármat, kettőt új hely adott be, egyet a fenntartó, és ez a beruházás szintén a szigetelést, a alternatív energia meglétét és tulajdonképpen a szigetelését jelenti majd az épületnek. Ez kollégiumként, óvodaként és iskolaként fog működni. Ezek a munkák közbeszerzés alatt vannak, rövid időn belül meg lesznek a győztesek, vagy a győztes kivitelező, és az évben elkezdődik a munka. Összességében azt mondom, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezzel a fejlesztés csomaggal 1 milliárd forintot költöttünk intézményeknek a energetikai korszerűsítésére, és hogy mellé teszünk egy másik számot, hogy egy-egy ilyen beruházásnál egy adott intézménynek ez ilyen 20-25% energia megtakarítást jelent. Azt gondolom, hogy fenntartói szempontból is ez egy nagyon jelentős beruházás, úgy, hogy a polgármester úr által említett mostani három épületben csupán egyben vagyunk mi a fenntartók, a másik két esetben a tankerület az, aki úgymond ennek a megtakarításnak körülhet, tehát összességében az államnak tudunk közösen spórolni. Úgyhogy nagyon örvendetes dolog, hogy az elmúlt időszakban ilyen mértékű pénzügyi forrást tudtunk ilyen munkákra költeni. Ha már a hármas szám bűvkörében maradunk, lesz egy olyan beruházás csokrunk, ami három helyszínen fog megvalósulni. Ez a három helyszín, a három település rész, Rudabányácska, Széphalom és Károlyfalva. És polgármester úr hamarosan meg is osztja velünk, hogy mi minden fog történni ezeken a település részeken. Valóban így van. Mind a három település részen, különösen nyári korai őszi időszakban vannak rendezvények. Nagyon nagyok is, talán a legnagyobb turisztikai rendezvényünk új helyben vagy a térségben az a vadételfőző verseny, az például Széphalomban kerül megrendezésre. De egy kiváló hagyományőrző nap van Rudabányácskán augusztus utolsó hétvégének, a szombatján talán, és Károlyfalván is a nemzetiségi találkozók, azok mind-mind mindig megrendezésre kerülnek, és hát persze a nyitott pince nap Károlyfalván, ami ugyancsak nagy érdeklődésnek örvend. Csak az volt a baj, hogy vagy esett az eső, vagy nagyon sütött a nap, egyik sem jó általában. Ezért most egy új színpadfedés lesz kialakítva. Ez legalábbis a különösen az árnyékolás szempontjával mindenképpen nagyot javít a helyiségen, illetve a színpadon és a rendezvény megtartása kapcsán szeretnénk ezzel is még otthonosabbá, még praktikusabbá tenni ezeket a egyébként a faluházak közelében lévő színpadokat. Pályázatok kapcsán mindenféle mozaik szavakat szoktunk megtanulni. Régebben volt a ROP, most volt a TOP.
és hát nem olyan régóta használunk egy újabb mozaik szót, az a CLLD. Ez egy angol kifejezésnek a mozaik szava, a közösség vezérelt helyi fejlesztés. És hát ezt is tanulunk, hogy vízlegetjük már ide, mert hogy ilyen típusú pályázattal még nem találkozott a város, mert hogy nem volt lehetőségünk ilyenre pályázni. Ez nem így volt, vagy ez megváltozott egy másfél esztendővel ezelőtt, és már rájöttünk, hogy ezeknek a speciális eljárásrendet igénylő pályázatoknak lassan kézzelfogható eredményei is lesznek. Egy LED-falról talán már korábban beszéltünk, és ezt hamarosan szemmel láthatják majd a városba érkezők, a városlakók. De lesz egy olyan beruházás, amire azt gondolom, hogy régóta vártunk, nem nagy léptékű, de a városkép szempontjából nagyon jelentősnek mondható, ez pedig a Táncsis sevet érinti, és meg is kérem a polgármesteret, hogy ismertessenek a részleteit. Valóban így van, egy 20 milliós beruházásról van szó, de az összegen jóval túlnő a jelentősége, hiszen a Petőfi utca sarkán lévő Táncsics téri közterület, ahol női-férfi WC volt a föld alatt, meglehetősen rosszul kialakítva, nem szigetelve és használhatatlanná téve, meg egy íves hirdető tábla, ami a művelődési központé volt. Nos, ez a három objektum eltűnik a Táncsics térről, helyette diszkő burkolás kerül kialakításra, és lesz majd egy LED fal is, ami a művelődési központnak az adott éppen soros programját írja ki, tehát egy teljesen kulturált része lesz a városnak. Mondhatjuk úgy is, hogy meghosszabbodik egy kicsivel a Sétál utca, rendezett lesz, de ne jegyen meg senki, a városi WC kialakítása most is folyamatosan a Kossuth téren, erről beszéltünk már korábban, most nem részletezném. Tehát lesz olyan mindenki által használható vizesbok, ami turistának és új helynek is jó, de nem itt. Ez a terület teljesen rehabilitálva lesz, és hát persze a Táncsis teret kiterjesztően értve a burkolat megigazítása a szökőkút környékén, a csobogó környékén, a mozi közben, ugye többször ezt így szoktuk emlegetni, szintén megtörténik, és ha hozzáteszük a CLLD-nél, hogy még azon belül milyen forrásokat tudunk fordítani a reményeink szerint a művelési központ hátsó traktusának a megújítására, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó pályázati lehetőséget használunk. Újabb három örömteli hírt hozhatunk meg Önökkel, itt a közösségi médián és az MPN TV műsorán. Várjuk Önöket a soron következő PM Infón, és köszönjük, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!